Rendkívüli testületű ülést tartottak Csornán. Mai műsorunkban a tanácskozás teljes felvételét láthatják. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület mai ülésén megjelent képviselőtársaimat, a bizottságok elnökeit és tagjait, a tanácskozási joggal meghívott intézmények, szervek, szervezetek és civil közösségek képviseletében megjelenteket, jegyzőasszonyt és munkatársait, a helyi televízió és sajtómunkatársait, a munkánk iránt érdeklődő választópolgárokat. Munkánk zavartalansága érdekében megkérek minden kedves jelenlévőt a mobiltelefon kikapcsolására és vagy elhalkítására. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ülésének összehívása az SMS-ben foglaltaknak megfelelően történt. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 12 tagjából 10 képviselő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitom. Dani Rihárd, illetőleg Nagydiszkai Zsuzsa képviselő jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai rendkívüli ülésen. A napi rendek tárgyalása előtt megkérek minden kedves jelenlévőt, hogy egy perces néma felállással adózzunk Néhai dr. Nagy Miklós emlékének, aki 2016. július 13. napján hunyt el. 2014-ben dr. Nagy Miklós a testvérvárosi kapcsolatok érdekében végzett évtizedes önzetlen munkája elismeréseként Csornaváros emlékérem kitüntetésben részesült. Tájékoztatom Csornaváros tisztelt lakosságát, hogy dr. Nagy Miklós szingszingét temetésén Major András alpolgármester által vezetett delegáció képviselte az önkormányzatot. Nyugodj békében, Miklós bácsi! Tisztelt képviselőtestület, javaslatot teszek ülésünk napirendjének a megállapítására. Javasolom, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívón szereplő napirendi javaslatokat a meghívó szerinti sorrendben fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület mai ülésünk napirendjét elfogadta. Elég sok napirendi pontunk van ezen a rendkívüli ülésen, az első kivételével az viszont határidős, mint pályázathoz kapcsolódik, és a határidők a nyári szünetben sem állnak le, úgyhogy ezért volt szükséges összehívni ezt a rendkívüli ülést. Az első napirendi pontnál jegyzőasszony az előterjesztő, kérem röviden mondja el, hogy miről szól az előterjesztés. Tisztelt képviselőtestület, a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal törvényességi jogkörében eljárva felülvizsgálta a város települési belterületének építési szabályzatáról szóló önkormányzati és kapcsolódó rendeleteket. Ennek során megállapította, hogy a rendeletek nincsenek összhangban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások nyomán meghatározott szabályokkal, magasabb szintű jogszabályokkal. Ezért előírta részünkre, hogy haladéktalanul vizsgáljuk felül ezeket a szabályozásokat, és a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezéseinket a helyi rendeletből hatályon kívül helyezéssel távolítsuk el. Tudja a képviselőtestület is, hogy a rendezési tervnek a módosítása, átfogó módosítása most folyik, sajnos azonban ezzel a deregulációval nem várhatjuk meg azt a folyamatot, mivel rövidebb határidőt szabott számunkra a kormányhivatal. Ezért a rendelettervezetet, a hatásvizsgálatát a képviselőtestület elé terjesztettem. Kérem, fogadják el, és a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes szabályozást gyomláljuk ki a saját rendeletünkből. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Annyit még szeretnék elmondani, mielőtt megkérdezném, hogy valakinek van-e kérdése, hogy itt 2002, illetve 2010 évből is szerepelnek hivatkozott jogszabályhelyek, és legalább 4 évente át kellett volna tekinteni, és felül kellett volna vizsgálni. Tehát ez az elmúlt önkormányzati ciklusokban nem történt meg, és azért kell nekünk most ezt mindenféleképpen rendbe tenni. Megkérdezném képviselőtársaimat, van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy kérem, hozzászólás, módosító javaslat.
Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a rendelet tervezettel egyetért, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület elfogadta ezen napirendi pontot. Következő előterjesztésünk, ez a kehopos pályázat, ugye ez a Bősárkány, illetve a Csonai telephely fejlesztése, többször volt már a testület előtt, most ugyanúgy itt van. Azért kell mindenféleképpen a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását behoznunk, hiszen a főösszeg nem változik, viszont a költségvetési sorokban változások történtek, és ezért az irányító szervezet kérte, hogy ezt mindenféleképpen fogadjunk el, hogy tudjon haladni tovább a folyamat. Megkérdezném, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás, módosító javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület elfogadta ezen napirendi előterjesztésünket is. Harmadik napirendi pontunk, előterjesztés a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark programban való részvételről. Szintén egy pályázat augusztus 15-i határidővel. Ez egy kormányhatározatban döntöttek a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark programról, melynek fő célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra, ahol valamennyi korosztály a fiataloktól az idősebbekig aktívan tölthetik el szabadidejüket. A program tárgya kültéri sportparkok kialakítása a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A támogatási kérelem benyújtására önkormányzatok jogosultak. Ezek a fejlesztések a sportparkok ellenérték nélkül fognak az önkormányzat tulajdonába kerülni, amennyiben sikeres lesz a pályázat. Tekintettel a fenntartási kötelezettségekre, a szükséges terület nagyságára és a kihasználtság biztosítására alábbi két helyszínt javasolom, amelyen a fenti feltételeknek megfelelő sportpark megvalósítható, az egyik a Millenniumi Parkban, illetőleg a Petőfi téren. Mindkét helyszínen egy 150 négyzetméter alapterületű sportpark elhelyezésére van lehetőség. A két helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt az is, hogy oktatási intézmény közelében helyezkedjenek el, városközponti, frekventált, jól megközelíthető legyen a helyszín, ugyanakkor biztonságos legyen a környezet is. Megkérdezném képviselőtársaimat, van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Megadom a szót Horváth János Zoltáné képviselő asszonynak. Azt szeretném megkérdezni polgármester asszony, hogy körülnéztek-e még a városba, hogy esetleg más számításba jöhetne, ami miatt nekem egyedül a Millennium Park eszembe jutott, ugye ez annak idején az több milliós beruházás volt, ami társadalmi munkába jött létre. Én gondoltam volna a paletta előtti játszótérre, ahol a terület is adott lenne. Én azt nem tudom, szeretném megkérdezni közben, hogy milyen eszközök lesznek, mennyire lesz lestrapált ez a park, mert az igaz, hogy 5 évig kell nekünk biztosítani ezt. De 5 év után mennyi pénzbe fog nekünk ez kerülni? Tehát én azt gondolom, hogy ez a terület, ez a zöld terület, ami itt van, sokkal nagyobb veszélyt van a gyerekekre is, hogy egyértelműen 1 méter 50 centis magas rózsák, amiben belefuthat a gyerek, mert ugye az aprócskától a nagyokig van, és én azért gondoltam arra, hogyha esetenként a képviselőtestület megfontolná. Ugye paletta előtt is egy hatalmas nagy zöld terület, még mindig nincs messze az intézményeinktől. Talán azt gondolom, ahogy az ember minden nap megy el előtte, hogy egybefüggően hosszabban nagyobb zöld terület is van. Igaz, hogy az egyik kocka alap, a másik téglalap alapú. Én megfontolnám pontosan amiatt, egyedül mi lenne, amit tartok, mert a Petőfi Parkban azért látom, hogy van akkor a része a parknak, a zöld felületnek, ahol ki lehet szakítani egy akkora területet, ahol nincs közelben rózságyás, nincs közelben virágágyás, mert ott az valamikor működő játszótér is volt. Itt viszont, ha megnézem, kockákra szedett, tehát mind a 4-4 kockára szedett, ami élősövénnyel és ugye rózsával van ellátva. Tehát mindennapi tapasztalatunk az volt, aki járt a városban, akik még ott dolgoztak, és hogy
amikor a gyerekek ott töltötték a szabad idejüket. Hát ott is nagy beszélje volt annak, hogy belefutotta a rózsába, kirúgta a labdát. Elég nagy kárt is raktak bele, mert még most is látni nyomait ugye a sövénynek, meg ugye a kitaposott rózsákat, amit minden évben ugye pótolni kellett. Én azt gondolom, meg én örülnék annak, hogyha ezt képviselőtársaim, polgármester, asszony, alpolgármester úr megfontolnánk, mert mi a távolság nem olyan nagy. De onnantól kezdve már csak esetleg 100 méter, és hosszú távol lehet, hogy mi az olyan. Köszönöm szépen. Én köszönöm, ugye itt le is van írva, hogy Kültéri Sportpark minden esetben olyan ingatlanok valósulhat meg, ami az önkormányzat 1:1 tulajdoni arányában áll. Na most ez nem játszótér lesz, tehát itt a labda, meg a futkározás, ugye a fiatalabbtól az idősebb korosztályig van, de ezek ilyen gépek lesznek, rögzített eszközök lesznek. Ugye annó is ott voltak a rózsák, és én még emlékszem rá, hogy játszótér is volt, amit sajnos nagyon rövid időn belül bizonyos személyek tönkretettek. Ugyanakkor itt az üzemeltetést a Vilmospark fogja végezni, és én az, amennyiben természetesen megnyerjük a pályázatot, vagy a kettő közül valamelyiket sikeres. Tehát itt igazából maga a karbantartás, állagmegóvás az szerintem elég majdnem, hogy 2 évente lefesteni ezeket az eszközöket, tehát nem egy olyanról van szó, mint mondjuk akár egy csúszda, akár egy faj játszótér. Mondom, erről lehet beszélni, hogy esetlegesen más helyszín, én minden esetre azt mondom, hogy annak már ott volt hagyománya, volt játszótér, közelebb van az iskolához. Ugye a Táncsics utcai játszótér is ugye megvan annak a helye, hogy most melyik a jobb, ezt képviselőtársaimat kérem, hogy akkor fontolják meg. Ha mi visszakaphatnám azt, de én amiben gondolkodtam, hogy polgármester azt mondja, hogy a mindennapos taposással azért ott a fűs rendesen tönkre fog menni. Tehát én azt gondolom, hogy abban az időszakban főleg a nyár a felmelegedés miatt is. Tehát vagy azt minden nap öntözni kell, ami anyagi vonzatot hoz a Vilmospartnak, vagy ha nem öntözzük, a teljes egészében ki lesz taposan. Ami miatt nekem eszembe jutott, és ami miatt ragasztanak, és megmondom őszintén, hogy én a saját véleményemet, tehát mindenkinek joga van, hogy szavazni. Ami miatt én nemmel fogok szavazni, a Milánói Park miatt, azt is megmondom miért, annak idején azt a 6.700.000 forintot nagyon nehezen kuncsorogtuk össze, és nagyon sok áldozatos kéz volt benne. Én emlékszem, hogy képviselőtársamra Hánc Karcsik, amikor az iskolában hozta ki a gyerekeket, hogy mennyit dolgoztunk mi azzal együtt, és én pont ezért féltem, hogy ne érjen bennünket ezért támadás. Van még zöld felületünk, ami esetenként még azt mondom, hogy jóval árnyékosabb is, mert sokkal több fa van is, a fekvés is. Én elmondtam, én emiatt, tehát ami engem vezérelt, én emiatt fogalmaztam meg, hogy az egy tényleg tehát társadalmi munkából, ebből így közpénzből lett csinálva. És én azért féltem, ami miatt eszembe jutott. Hát azért jó 8-9 évvel ezelőtt kaptunk egy olyan támadást is, amikor emlékszem rá, hogy az egyik támogató 400.000 forintos beruházást hajtott végre, azok voltak a padok, meg a játszótéri berendezések eltűnt. Tehát én azért gondoltam azt, és én akkor vissza is hallottam, hogy nem igazán lesz az elkövetkezendő időben kedvük támogatni, mert nem. Tehát ők így fogalmaztak meg, nem becsülte meg a város. Én azért is letettem fel ezt a gondolatot, hogy biztos, hogy egy ugyanolyan jó hely lenne a paletta is, amiben azt mondom, lehet füvet taposni, jó árnyékos is, ugyanúgy lehet eszközöket elhelyezni. Sőt, még most azt mondom, a forgalom miatt. Tehát ez biztonságosabb, mint ott a központi rész. Köszönöm szépen, hogy mit akartam. Én annyit reagálnék, ugye az anyag kiment, tehát azért jó lett volna a képviselő, azt mondja, hogy kicsit korábban jön ez a helyszín kiválasztásánál, hiszen itt ugye azért felmérések történtek, elfér, hogyan fér el. A megközelíthetőség szempontjából nem gondolnám, hogy jobb helyen lenne, de ebben nem is akarok belemenni, hiszen a parkolók mi egymás azok ott vannak, és nem biztos, hogy tömbösítve az a jó, hogyha egy helyen van, meglátjuk. Megadom a szót képviselő asszonynak. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a játszótérnek a funkcióját nem kellene csorbítani. Annak meg pont az a pozitívuma, hogy a gyerekeknek nagy terek vannak, meg
kisgyerekek, a látszótérre kisgyerekekkel járnak, mondjuk 2 évestől 5-6 évesig, akinek meg kell a tér, meg nem jó korlátozni, arról nem beszélve, hogy itt a Szent István téri lakásokból oda legalább a szülőknek tudják vinni a gyerekeket, ahol nagy tér van a mozgáshoz. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet lenne, azt ott leszűkíteni. Köszönöm szépen. Én nem tudom, hogy képviselőtársam Ilike, mert úgy biztos, hogy tudja, hogy itt palott teltet. Igazándiból nincs távolság a Szent István térre. Pontosan azért, ha arról beszélünk, hogy a gyerekeknek mozgáshiányok van, hogy mindegy, hogy 20 méterre menünk, vagy 50 méterre menünk, azt viszont rettenetesen sajnálom, hogy egy ilyen kérdésben. A polgármester azt mondja, sajnálom, hogy nem hívott föl telefonon, akkor tudtunk volna beszélgetni erről, de nem, én ezt nem megrovásképpen mondom. Kiküldtük az anyagot, tehát hogyha még én mindenkit fölhívok, hogy jó, bizonyos napirendi pontokhoz van-e hozzáfűzni valójában. Polgármester azt mondja, én elmondtam. Most egyértelmű. Mindenki elmondta egy véleményt. Mindenki tényleg elmondott egy véleményt. Ez a meglátásom. A megközelíthetőség szempontjából sem mindegy, hogy milyen az és hogyan van. Azzal újabb és újabb olyan dolgokat generálunk, amit szeretnénk rendbe tenni, de van egy bizonyos korlát. Még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy akkor módosítójavaslat előterjedt. A polgármester azt mondja, hogy a Millenium Park az állatmegóvása vége pontosan, meg mivel társadalmi munkába készült, szeretném, hogyha itt a paletta előtt. Ezt nem értem, hogy mivel társadalmi munkában készült, nem a fűre helyeznénk el ezt a, tehát ez minden borításos. Jó, teljesen, egész abba készült, akkor tessék ezt kihagyni belőle. Én amiatt, mivel annak idején ezt a város lakosa adta össze, amiben már nincsen, te legalábbis a játszótérből semmi, igen. Hát azt nem mondom. Elnézést. A képviselőasszony módosító javaslata arra vonatkozik, hogy a kettes pontból, a határozati javaslat kettes pontjából a Millenniumi Park helyett. Így van, ez így van. Tehát meg mi a módosító? Ez a módosító javaslat, hogy a paletta előtti. Rendben, más módosító javaslat, amennyiben nincs. És észrevételt sincsen, hogy először akkor a módosító javaslatot fogom feltenni szavazásra. Kérem, aki egyetért, kész felemeléssel jelezze. 2. Aki nem ért egyet, és aki tartózkodik. Jó, akkor 2 igen, 8 tartózkodással elvetve, akkor feltenném az eredeti határozati javaslatot. Aki egyetért a ezen határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Igen, aki nem ért egyet, és aki tartózkodik, itt pedig 9 igen és 1 tartózkodással elfogadva ezen határozati javaslat. Következő előterjesztésünk önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásáról. Szintén egy topos pályázatról van szó, amelynek célja önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Támogatási kérelem benyújtására, mint az előzőnél is a helyi önkormányzatok jogosultak. Projekt megvalósítása során támogatható tevékenység, épületek kőtechnikai jellemzőinek javítása, külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével, napkollektorok telepítése, hőközlőrendszerek kötése, kül- és beltéri világítási rendszereknek a korszerűsítése. Felmértük az intézményeinket és prioritás alapján 3 intézmény, a Szilágyi Erzsébet középiskolai kollégium, a Kiscsornai óvoda és a Lakidöme utca 3 szám alatt található épület energetikai korszerűsítésének megvalósítására javasolt pályázati forrás iránti igényt benyújtani. A kollégium épületének energetikai fejlesztése több szempontból is indokolt. Az épület hőtechnikai tulajdonságai a készítés időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, azonban ma már alulméretezettek. A homlokzati ablakok hőtechnikai minőségük, fokozott elhasználódásuk miatt cserére szorulnak.
A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségeknek a csökkentése, magasabb komfortfokozat elérése. Az épület korszerűsítését indokolja a városközponti elhelyezkedése is. Ugyanezen pályázat keretében lehet támogatás iránti igényt benyújtani a Kiscsornai óvoda épületének felújítása érdekében. Az elképzelések szerint fűtéskorszerűsítés, nyilászáró csere, magas tetőszárnyak, tetőfülém hőszigetelése, valamint napkollektorok elhelyezése, napelemes rendszer kialakítása történne. A harmadik javasolt épület pedig a Lakigome utca 3 szám alatt található épület. Felszintjén jelenleg a fogyatékosok napközi otthona működik, emeleti része pedig a Klebensberg intézmény fenntartó központnak ad helyet még. Na most a testület júniusban testület által megszavazott határozat alapján pályázat került benyújtásra az épület emeleti részének átalakításának támogatására annak érdekében, hogy a szociális és gyermekjóléti központ elhelyezése a jövőben megoldható legyen az épületben. A pályázat keretében az épület akadálymentesítése, belső átalakítása valósulhatna most meg, vagy valósulhat meg azon pályázat alapján, míg jelen pályázat az épület külső felújítását, korszerűsítését biztosítaná. Én azt gondolom, hogy ezzel az épület mind kívül, mind belül egy új külsőt kapna, amennyiben sikeresek lesznek a pályázatok. Megkérdezném képviselőtársaimat, van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban, bocsánat. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, mely szerint erre a három épületnek az energetikai korszerűsítésére nyújtsuk be a pályázatot, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra. Ötödik napi rendi pontunk, előterjesztés felhívás ipari parkok iparterület fejlesztésére című szintén egy toppos pályázat benyújtásáról. Ennek a pályázatnak a célja helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastruktúrális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A projekt megvalósítása során támogatható tevékenységek az iparterületek alapinfrastruktúrájának, gáz, víz, csatorna, út, stb. Kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedő felület kialakítása, illetve a telekhatáron kívül alapinfrastruktúrális beruházás. A pályázati kiírás keretében a keleti iparterület kialakítására, területvásárlásra, a közvilágítás bővítésére, közúti kapcsolat, szervizutak és kerékpársáv kialakítására kerülne itt sor Csornán. Alpolgármester urat megkérdezném, hogy valamennyivel még szeretné-e kiegészíteni, hiszen ezt a projektet elviszi. Két mondatban, ami abból következik, amit a polgármester asszony elmond, hogy itt tényleg egy olyan ipari területünk lenne és egy olyan ipari parkkal rendelkeznénk, amely valóban vonzó lehet azon vállalkozásoknak, amelyek a környéken szeretnének letelepedni, és így meg tudnánk őket fogni nyilván. Ezáltal nyilván a munkaerőpiac, a város gazdasági helyzete is egy teljesen más irányba indulna el, és azt gondolom, hogy mindenféle szinten, mindenféle képen és mindenféle irányból ez a pályázat, ez nagyon jó hatással lesz majd ránk is, illetve a közvetlen környékünkre is, úgyhogy igyekszünk megcsinálni. Vonzóvá kell tenni, hiszen ez nagyon nagy probléma, hogy nincsenek közművesített, felajánlható területeink, amiket meg tudnak vásárolni, és én azt gondolom, hogy évtizedes dolgokat tudnánk pótolni. Megkérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e kérdése valakinek. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. A 6-os, 7-es, 8-as napirendi pontok azok összefüggnek egymással, ez a barnamezős területek rehabilitáció című toppályázatról lenne szó, ami feltételezett egy ITS módosítást is. Itt a 6. napirendi pontnál akkor átadnám a szót. Köszönöm szépen. A városunknak jelenleg is van egy hatályos integrált településfejlesztési stratégiája,
miért egy éve, tehát 2015. szeptember 15-én fogadtunk el. Azonban az ezértben megjelenő pályázatok, illetve a pályázati felhívások azt kívánták, hogy illetve az, hogy mindegyiket el tudjunk indulni, hogy ezt az ítélésünket, ezt módosítassuk. El is indultunk ebbe az irányba, és az önkormányzat a Faépítész Kft-t kérte fel az ITS módosítására, aki a módosításnak a területét el is készítette, a jogszabály előírásoknak megfelelően pedig véleményezésre bocsátotta. Az előterjesztés leírja, hogy egy ITS elkészítését, valamint annak a módosítását is ugye milyen szabályok szerint kell végezni, az erre vonatkozó kormányrendelet, valamint az ide vonatkozó önkormányzati határozat mesdjéjén. Ez megtörtént, a kifogást, vagy a kifogás eddig az ITS tervezetével kapcsolatban nem érkezett, ahogy le is van írva az előterjesztésbe, a véleményezésítő táblázatot, illetve magát a megalapozó vizsgálatot is a képviselőtársaság tanácsdolgozós vagy a kolléganőnél mélyebb betekintésben is megtekinthetik majd a jövőben. Úgyhogy igazából ennyi a lényeg az előterjesztésünk. Köszönöm. Megkérdezném, hogy kérdése képviselőknek van-e. Amennyiben nincs, hozzászólás, módosítójavaslat. Akkor kérem, hogy aki ezen határozati javaslattal egyetért, készfelemeléssel jól ezzel. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangulag elfogadta. És akkor rátérnék a barnamezős területek rehabilitáció című topos pályázat benyújtására, aminek ugye egyik előfeltétele az ITS-nek a módosítása volt. Ezen pályázati kiírásnak a célja kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő városi barnamezős területeknek a megújítása. A pályázati kiírás keretében a korábban gazdasági tevékenységnek helytadó volt Baukam területén. Mindenki tudja, hogy erre ráfér a felújítás erre a részre, hiszen ez olyan állapotban van ez a terület. Itt egy kétszintes szolgáltatóház, raktárhelyiség, fedett gépkocsi beállók kerülnének kialakításra. A tervezett épület alsó szintjén kapnának helyet a Vilmos Park Kft. Ügyfélfogadó helyiségei, irodái, valamint egy rendezvényterem is a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt. A felső szinten irodahelyiségek kialakítására kerülhetne sor. Az épülethez kapcsolódna egy, a Vilmos Park Kft. Gépeinek elhelyezésére, javítási szerelési munkálatok elvégzésére alkalmas csarnok raktárral, szociális helyiségekkel. Ez szerintem úgy nem kell elmondanom, hogy mennyire nagy szüksége lenne a város cégének erre, hogy megfelelő körülmények között tudják végezni az amúgy is jól végzett dolgokat. A pályázat benyújtása a konzorciumi formában történhet, az üzemeltetés pedig a Vilmos Park Kft. Végezné. És itt elmondanám, hogy egy kérdőív is kikerült a városnak a honlapjára, illetőleg a Facebookon is megosztásra fog kerülni, és kérjük a városnak a lakosságát, szintén a pályázathoz kapcsolódó kérdőívről van szó, hogy segítsék a munkánkat ezzel. Megkérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy szintén egy központi helyen egy nagyon elhanyagolt területet tudnánk nagyon szépé tenni, és hasznossá, és ez is nagyon fontos. Amennyiben nincsen kérdés, hozzászólás, módosítójavaslat, úgy kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. A következő napirendi pont még szintén a barnamezős beruházáshoz kapcsolódik. Ahogy mondtam, ez a három napirendi pont ilyen értelemben összefügg egymással, és itt átadnám a szót jegyzőasszonynak. Polgármester asszony az imént ismertette önökkel, hogy mik a tervek ennek a barnamezős területnek a megújításával kapcsolatban. A tervek elkészítéséhez azonban a gyakorlatban is terveket kell készíteni. Fel kell kérni tervezőket arra, hogy a szolgáltatóház és kapcsolt épületrendszerének a terveit elkészítsék. Ez egy valószínűleg 5 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás volt. Ezért most a testületülés megkezdésekor a beszerzési szabályzatunk alapján összeférhetetlenségi nyilatkozatot írt alá önök közül mindenki.
A beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént. 4 helyről került ajánlatkérés a tervezési munka elvégzésére. A 4 helyből kiválasztásra került, a 4 ajánlattevő közül kiválasztásra került a 2 legkedvezőbb ajánlatot tevő. A Térháló Győri Iroda ajánlata lett a legkedvezőbb 7.080.000 forintos nettó árajánlattal. A második legkedvezőbb árajánlatot a Panonplan tervező iroda adta 7.280.000 forintos ajánlattal. Az értékelés alapján a jelen határozati javaslat kiküldése került előterjesztéshez kapcsolt határozati javaslat szövegével egyezően javaslom elfogadása önöknek ezt a döntést, amelyet a barna mezős területek rehabilitációja kapcsán elvégzendő tervezési feladatok ellátására vonatkozóan hozna meg a testület. Kérem önöket, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy majd a döntésről értesítse a nyertes pályázót, megkösse a szerződéseket és a projekt megvalósításához szükséges minden egyéb jognyilatkozatot megtegyen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, megkérdezném, hogy kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan. Hozzászólás, módosító javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy szintén egyhangulag a képviselő testület elfogadta. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Panamvíz ZRT törzsrészvény elővásárlási jogról való lemondásra. Szintén jelző azt kérném meg, hogy mi is az előterjesztő, hogy mondja, hogy miről van szó. Városunk tulajdonosi részesedéssel bír a Panamvíz ZRT-be törzsrészvények tulajdonosa. Ezért a Dunasziget község önkormányzata által a saját dematerializált törzsrészvényei eladására tett 12.820.000 forintos ajánlatot, mint elővásárlásra jogosult, megtárgyalja. Ezért került önök elé ez a napirend. 60 napon belül kell ettől a vételre felajánlástól kezdve nyilatkozni az önkormányzatnak, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni. A Panonvízben városunknak 2,55%-nyi tulajdonosi részesedése van. Abban az esetben, hogyha Dunasziget község önkormányzat által felajánlott részvényeket megvásárolnánk, akkor sem lenne meghatározó a részvételünk a Panonvíz ZRT-ben. Az előterjesztésben láthatják önök is, hogy korábban is történt 4 évvel ezelőtt ilyen vételi javaslat, amelyet megtárgyalt a testület, akkor úgy döntött, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával. És most is ilyen tartalmú előterjesztést terjesztettem a testület elé, pontosan azért, mert a költségek viselése mellett nem származna érdemi előnye a városnak a részvények megvásárlásából. Kérem önöket, hogy az előterjesztett határozati javaslatot az írásbelében egyezően fogadják el. Köszönöm szépen! Én köszönöm. Egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni, amit a jegyzőasszony elmondott, és erre is kitért. Tehát itt az önkormányzatnak a tulajdoni hányada nem változna olyan mértékben, hogy a szavazati jogunkat ez befolyásolná, illetőleg 2011 óta osztalékot nem fizet a Panonvíz, tehát ilyen értelemben sem beszélhetünk arról, hogy ez kedvező lenne nekünk, hogyha megvásárolnánk Dunasziget község önkormányzatának a részvényeit. Megkérdezném, hogy kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban van-e. Hozzászólás, módosító javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki támogatja azon határozati javaslatot, mely szerint az elővásárlási jogunkról lemondunk, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag a testület elfogadta ezen napirendi pontot is. Utolsó napirendi pontunkhoz térnénk. Szintén egy topos pályázatról van szó. Ez pedig a Csornai Foglalkoztatási Együttműködés kialakítására és megvalósítására irányuló pályázat beadásáról szólna. Ezen felhívásnak a kiemelt célja a helyi szinten létrejövő és vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
A pályázatot Csornaváros önkormányzata konzorcium vezetőként a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatallal közösen Csornaváros közigazgatási területére vonatkozóan kívánja, szeret benyújtani, és szeretné megvalósítani 195 millió forint értékben, melynek 70%-a közvetlenül a gazdasági szereplőknek, foglalkoztatóknak, álláskeresőknek juttatandó támogatás. Itt elég részletesen le lett írva a kiküldött anyagban, hogy milyen tevékenységeket kívánunk megvalósítani. Még egy-kettőt hadd mondjak el, hogy egyrészt gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiának az elkészítése, célcsoport számára képzéseknek a támogatása. Tehát amire igény van itt helyben és a környékben, olyan képzések induljanak meg munkáltatók számára, tehát nem csak a munkavállalók vagy esetleg álláskeresőknek a támogatása, hanem a munkáltatók számára is foglalkoztatási támogatás nyújtása, valamint a konzorciumi tagok tevékenységének támogatása. Nagyon sokrétű a feladat, de én azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha ebben részt vennénk. Megkérdezném képviselőtársaimat, van-e kérdésük? A jegyzőasszony megkérném, hogy akkor ezt az ajánlati felhívásról mondjon egy-két szót, én a lényegéről. A pályázathoz benyújtandó dokumentációt ugye itt is el kell készíteni. Ennek érdekében 4 ajánlattevőtől kellene közbeszerzési eljárás keretében ajánlatot kérni. A testületnek arról kell dönteni a 6-os ponttól számolva a határozati javaslatba, hogy ezt a 4 ajánlattevőt az eljárásba bevonja, ajánlatot kér, majd az általuk megtett ajánlatokról, mivel 15-e az ajánlattételi határidő, ha a testület elindítja most ezt az eljárást, akkor azon a héten valamikor dönt is. Ez azért fontos, hogy az ügyben szükséges szerződést megköthessük nagyon gyorsan, hogy az előkészítő anyagokat, amivel augusztus 31-ig a pályázatra be lehet lépnünk, ami alapján benyújtjuk a pályázatot, ez a majdan kiválasztandó cég el tudja készíteni. Úgyhogy az eljárásnak, ennek a határozatnak részben a lényege az, hogy a közbeszerzési eljárást a képviselőtestület elindítsa, eldöntse, hogy elindítja. A tárgyra vonatkozóan a közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a döntést követően neki haladéktalanul megküldjük a határozat kivonatot, és akkor ő a 8-ai hétfői napon tudja indítani hivatalosan a közbeszerzési eljárást. Úgyhogy ezért javaslom önöknek azt, hogy az írásbelivel egyezően fogadják el a határozati javaslatot, hogy egyidejűleg megindítsuk a tárgyban is szükséges tervezési, közbeszerzési eljárást is. És még annyit nem tudom, hogy ez így egyértelmű, tehát maga a döntés is vissza fog újból kerülni hozzánk, tehát augusztusban még lehet számítani arra augusztus végén, hogy ismételten összeülünk. Megkérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás, módosító javaslat. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kész felemeléssel jelezzen. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag ezen határozati javaslat is elfogadásra került. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztatom a testületet, hogy az ülés megelőző nap 12 óráig írásban hozzám a képviselők nem nyújtottak be interpellációt. Tisztelt testület, mai rendkívüli ülésünk végére értünk. Megköszönöm a meghívottaknak és az érdeklődőknek a részvételt. Az ülés bezárom, és jó pihenést kívánok mindenkinek.